Történelmet írt a női junior kézilabda válogatott. A debreceni világbajnokság döntőjében játékosaink 28-22-re legyőzték Norvégiát, így a sportág első junior VB aranyát nyerték. Számunkra különösen fontos ez a győzelem, hiszen a nemzeti csapat három meghatározó játékosa, Faluvégi Dorottya, Háfra Noémi és Márton Gréta a Ferencváros fiatal tehetsége. A lányok az elmúlt hetekben rengeteg gratulációt kaptak, sorra adták az interjúkat is. Meccs után a családtól az első ilyen szívből jövő érzelmes, nyakbaugrós gratuláció maradt meg a legjobban. Hálásak vagyunk ez az egy hét pihenőjére, amit kaptunk. Nem mondom, hogy nem tudtunk volna még lubickolni a semmittevésben még egy hetet, de felfrissültünk, meg jó volt kicsit nem a kézilabdára gondolni. Személy szerint én mindenre szívesen emlékszem vissza, hiszen nagyon jól esik nekünk, amikor ennyien érdeklődnek irántunk, és tényleg minden egyes gratuláció, akár szülőktől, akár a szurkolóktól nagyon jól tud esni az embernek. Nagyon jól teltek az elmúlt hetek minden szempontból, sikerült is pihennünk, hiszen a világbajnokság után kaptunk egy rövid egy hetet, amit nagyon jól kihasznált mindegyikünk, és utána is még csak könnyített edzésben vettünk részt, minden nap egyet-egyet, valamint a hétvége is szabad volt, úgyhogy sikerült kipihenni ezt a világbajnokságot minden szempontból. Döntő pillanata után, amikor megállítottak nagyon sokan, hogy te tudtad, hogy világbajnokok vagytok, és akkor én még el sem hiszem. Szóval ez volt a legnagyobb nekem, amikor ez így nagyon sok szájból jött, és igazából tényleg világbajnokok lettünk. A helyszín már a Sándor palota, ahol a lányok óriási elismerésben részesültek, ugyanis Magyarország köztársasági elnöke Áder János ünnepélyes vacsorát adott a világbajnok magyar csapat tiszteletére. Te személy szerint hogy készültél erre a szép alkalomra? Együtt a lányokkal összegyűltünk többen, aztán tanakodtunk, hogy mit is kéne felvenni, meg hogy is kéne megtisztelni ezt az alkalmat, úgyhogy együtt ilyen kis csajosan. Nagyon szépen köszönjük ezt a meghívást, mert tényleg nagyon nagy szó, hogy mi ide bejöhetünk, és kaptunk meghívót. Külön vettem egy ruhát erre az alkalomra, nem tudtam, hogy mit vegyek föl igazából. Jó lesz szerintem. Csinosan kell, néha kell csinosan is öltözködni, nem csak melegítőben. Ez már egy-két hete megbeszélt program, úgyhogy volt idő erre is felkészülni. Mindenki felvette a legújabb ruháját, mindenki elment vásárolni, úgyhogy nagyon készülünk. És ez tényleg egy hatalmas megtiszteltetés, hiszen nem mindenki mehet a Sándor palotába egy elég jó és színvonalas vacsorára. A munkának azonban folytatódnia kell, így lányaink a jól megérdemelt pihenőjük után a múlt héten csatlakoztak a csapathoz, és könnyített edzésekkel elkezdték a felkészülést. Gyerünk! Mi van?